Újabb projekt indul Máté Szalkán a nevelőszülői hálózat fejlesztésére. Ez azokat a gyermekeket érinti, akik hatósági intézkedés által kerültek ki családjukból. A program célja, hogy a gyermekeket minél nagyobb arányban tudják családoknál elhelyezni, azonban az elmúlt években folyamatosan csökkent a nevelőszülők száma. Az ellátást igénybe vevő gyerekek aránya azonban emelkedik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózata jelenleg 51 nevelőszülővel és 170 engedélyezett férőhelyel működik, rendelkezik. Ugye ehhez a munkához kapcsolódóan 2017 nyarán egy EFOP 2214-es kiírást, illetve felhívást csatlakozott, aminek kapcsán mi beadtuk a saját pályázatunkat, ami megvalósítási szakaszba ért, hiszen megnyertük ezt a támogatást. Egyébként a pályázatunk címe Origó, kompetens és korszerű nevelőszülői ellátás Máté Szalkán. Ahogy a cím is mutatja, gyakorlatilag a nevelőszülői hálózatunknak a hatékonyságát szeretnénk szervezetfejlesztéssel erősíteni. A programra 28,3 millió forintos, 100%-os támogatást kaptak, tette hozzá Javenszky József. Gyakorlatilag két nagy része van, eszközbeszerzés, illetve a szervezet hatékonyság növelése különböző foglalkozások által. Az eszközök beszerzése az gyakorlatilag három nagy részre bomlik, fejlesztő eszközök, egészségügyi eszközök, illetve háztartási gépek kerülnek majd beszerzésre, illetve a beszerzett fejlesztő eszközökhöz kapcsolódóan a nevelőszülőink számára egy oktatást fogunk tartani, ami az ő kompetenciájukat fogja növelni, és egyúttal meg is tanítjuk őket ezeknek az eszközöknek a helyes használatára. A projekt része, hogy egy kapcsolattartó szobát is kialakítanak majd. Ennek célja, hogy a gyermekek vérszerinti rokonaikkal normális körülmények között tudjanak találkozni. A rendezvényen a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a kormány célja a támogatásokkal, hogy minden 14 éves gyermek családban nőjön fel.